itt vagyunk most az első Béla gimnázium és szakközépiskolában, és a feladatunk az, hogy a természettudományos laborokhoz nagyon egyszerű kísérleteket válogassunk. Az első az aszkodinsav kimutatása. Kedvenceim a csempe kísérletek, igaz, hogy ez most egy kicsit maszatos, de már azt jelenti, hogy dolgoztunk vele. Az első dolog az, hogy jódot és kálium-permanganát oldatot használunk. Ebből már negyed cseppet én cseppen tettem a csempére. Ezt most meg is ismételjük. Tehát ez azt jelenti, hogy még egy csepp jódot kap a kis csempén, és kálium-permanganátot is. És két anyagot fogunk tesztelni. Az egyik a por alapú C-vitamin lesz. Gyógyszertárban kapható, úgyhogy nagyon egyszerű kimutatni, és látjuk, amint valóban elfehéredik, és ez a munka ez sikeresnek bizonyult, és ugyanúgy, hogyha tényleg citromot meg még a magja is oda cseppel, rá engedjük, akkor a citromból is ki tudjuk mutatni, hogy C-vitamin van tényleg gazdag, és hogyha ez nem elegendő, akkor még az ujjunkra is tehetünk egy cseppet, és ha végig húzzuk, akkor valóban ez szintelenedik. Az aszkorbin savat tehát kimutattuk, a kémikusok számára ezek jodometriás és káliumpermanganáttal történő titkálásnak az alapja. Ha valaki erre adja a fejét, akkor keményítő lesz az indikátor a jodometriánál. Így jó?